Kövér László házelnöknél kezdeményeztem a Honvédelmi Rendészeti és a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésének összehívását, tekintettel arra, hogy a déli határ védelme érdekében kiemelt lépéseket tett és fog tenni a kormány. Az első lépés volt a műszaki zár megépítése, a vonatkozó törvények szigorítása, valamint a biztonsági határzár építésének a megkezdése és rendőri erők a Csongrád megyébe való vezénylése. Ennek a részleteiről tájékoztattuk az országgyűlést, kérve a parlamenti képviselőnk csütörtöki, illetve pénteki állásfoglalását, bízva abban, hogy a kormány mintegy 13 törvényben álló szigorító javaslatát, ami a határvédelmet szolgálja, támogassák. A kormány fölállítja a műszaki zárat, megépíti a biztonsági határzárat, személyi védelmi vonalat épít ki rendőrökből, és jogi védelmi vonalat épít ki törvények segítségével. Ezek után pedig azt kéri szeptember 15-ével minden Magyarország felé tartó bevándorlótól, hogy a kijelölt határátlépési ponthoz menjenek, ahol tranzitzónákba várjuk őket, és megkezdjük a szervezett, rendezett és szabályozott határbelépés, határátlépési műveleteket. Tekintettel arra, hogy mindenki bejöhet Magyarországra, csak szervezett, rendezett és szabályozott keretek között történhet meg. Ezt fogja a kormány megvalósítani.